Sziasztok! Hát a mai könyv az tematikusan kapcsolódik az elhangzottak egyikhez. Nemrég volt az Emberi című dal az archívumnak a listáján. Be is kérdeztek tőlem, hogy a viselkedés élektan érdekel-e, és ez engem érdekel. És erről eszembe jutott, hogy megvan ez a két kötetes Konrád Lorenz, az állat és az emberi viselkedés összehasonlítása. Belenéztem, és nem tudom lerakni, mert ilyenek vannak benne, hogy a szülő cimbora, a gyerek cimbora, az ivari cimbora, és a társas cimbora, valamint a testvér cimbora, mint címek. És amikor belelapoztam, akkor ilyen volt, hogy a tojás görgetés, meg akkor volt egy olyan, hogy ebihalakat bealtattak, de hogy álmukban tovább növekedtek, de nem mozdultak. Viszont amikor fölébresztették őket álmukban, akkor kiderült, hogy átmentek ugyanazon a mozgásfejlődésen, amit az ébren levő, vagy hát azok a társak, akik ébren töltötték ugyanezt az időt. Szóval marha érdekes, és hogyha kiolvastátok, akkor van egy második kötete, az azt hiszem zöld. Igen, elgondolkoztam azon, hogy hol a kalap, ugye. Ezért jó, az ember visszateszi a helyükre a könyveket, mert akkor megtalálja az aranykalapot, amiből kihúztunk egy dalt, és az a négyes, ugye? Erősítsük meg. Köszönöm szépen! Hát picit bizarrul monoton, hogy mindig bemondom a tempót, de az a tapasztalata, hogy most már rengeteg dal vagy hát zenei feldolgozás született, és hogy jót tesz. Tehát embereket, akik nekilátnak, megtámaszta a zenei munkájukban az, hogyha ha megmondom, hogy én ezt ilyesmi tempóba képzeltem, és nem volt, aki hozzányúlt bátran, de volt, aki azt kapta el, amit én előzőleg megálmodtam. Hát most ez egy nagyon korai opusz, mint hát a száma is mutatja, hogy négyes, január 14-én született, és hát egy feldolgozása biztos, hogy érik, ezt egy nagyon drága, nem is tudom, testvér cimborám, vagy hogy volt a Lorenznél, Markó Tamás kezdte el megzenésíteni és meghangszerelni. Akkor még ott voltam Zalaegerszegen, akkor vettük föl a Takács Eszterrel és a Polgár Péterrel a Még a Csendis című dalt, és a Tamásnál aludtam, iszogattunk egy kicsit, beszélgettünk, és mutattam neki ezt a szöveget. Azt mondta, ez nagyon jó, mert ez vidám. És most különben is az van, hogy egy páran rám írtak, hogy hát írhatnék most már egy vidám dalt, mert hogy olyan, mindegyik olyan komoly. Hát én nem komolykodok, hanem hát ami az eszembe jut, azt megírom. Gyakorlatilag postás vagyok, jön, és én meg lejegyzem. De hát akkor most ez egy azért mondom, hogy hülye dal, mert ugye az egyik első dal volt a hülye dal, és mondták, hogy miért nem írok még egy hülye dalt, ez nagyon hülye. És nem is biztos, hogy teljesen kész van a szövege, de a szerkezet, a alapgondolat az ez, és van még, amit végig fog gondolni újra, amikor stúdióba megyünk. Ennek az a címe, hogy Igazság szerint, és talán ismerjétek azt a nagyon hülye internetes viccet vagy karikatúrát, amiből született, ha nem, akkor is önmagában értékelhető. Tehát 108 a metronom, 108, ez a BPM, ez mindig egy BPM, az beat per minute, tehát percenként 108 metronom ütés. Na most az érdekes, hogy a 108 ütés az ennyi, de ez most úgy van beállítva, hogy közte van egy ilyen kis ketyegés is. Megnézem, ilyen, ha kivesszük. Hát maradjon csak a tempó, nem akarom befolyásolni a kollégákat. Ami, ahol a Tamás tart vele, az tetszik, de kíváncsi vagyok mindenkire, aki elénekli vagy megzenésíti. Tehát igazság szerint. Alattunk a ház, ki lakik benne még? A harmadikon pár jó barát, de a földszint ellenség. Mi egy felhőben lakunk, ahol lentről bárki lát, előzönlik a kommentek az üzenő tűzfalát. Látogatóba jött hozzánk a Zuckerberg. Már 10 évvel ezelőtt meghívtuk, csak túl terhelt volt, de most a gépünk fölé hajol.
és azt mondja, emberek, itt vagyok, és nyitott vagyok, kérdezzetek. De nekem az apám azt mondta, hogy fentről valaki lát. Mire úgy szólt a Zuckerberg, fiam, ő nem is az apád. Ez az a hülye internetes vicc. Erre apám bevállalt egy DNS mintát, nem is tudom minek, örülnék inkább. Magamat magamon nem ismerem kiismerni még, tisztán látnom könnyebb lesz, ha megjön a DNS térkép. Van ilyen DNS térkép, beadja az ember a DNS-t, és kiderül, hogy honnan jött és ki az apja. És akkor ez a refrén, hogy nekem az apám azt mondta, hogy ő is mindent lát. Megérkezett a géntérkép, és igazolta apát. 1994 a fordulat éve volt. A világ hálójában élünk, és nincs több fehér folt. Igazság szerint már rég nincs igazság. Rémeket látunk a mémektől, és megosztjuk az éjszakát. Nekem az apukám azt mondta, hogy a Facebook mindent lát. De erre így szólt Zuckerberg, mondom, ő nem is az apád. Nekem az apám azt mondta, hogy ő is mindent lát. Megérkezett a géntérkép, és igazolta apám. Jó, hát mondom, ez egy hülye dal. De néha a hülye dalokból lesznek a nagyon jó, a hülye szövegekből lesznek a nagyon jó dalok. Tehát nem tudom, ismeritek-e például, ez egy klasszikus kuplé, egy a 20. század elejéről, ez az én te veled, oly vígan élek, vagy szintén tevés téma, hát ez az sem egy nagy mély bölcsesség, de matek. És hát ilyen formán nehéz belőle viccet csinálni, az a teve van egy pupú, teve van két pupú, teve van négy pupú, sőt több. Maga a karikatúra az ugye úgy nézett ki, hogy a Zuckerberg áll egy iskolai osztályban egy gyereknek a laptopja fölött, és a gyerek azt mondja, hogy nekem azt mondta apám, hogy a Facebook mindent lát, vagy figyel minket, és akkor Zuckerberg azt mondja, hogy fiam, ő nem az apád. Na, hát majd lehet, hogy még tisztul, de most mára ezt gondoltam megmutatni. Sziasztok!